Sziasztok, Pék Reginának hívnak, és az Esztétika Orvosi Központban dolgozom már több éve, mint tanácsadónő. Alapvetően mindig is érdekelt a sport, a szépség és az egészséges életmód, és azért döntöttem úgy, hogy itt szeretnék dolgozni. Hozzám jönnek konzultációra azok a páciensek, akiket a lézeres szöldtelenítés, illetve a plasztikai sebészeti szolgáltatások érdekelnek. Azért szeretek veletek találkozni nap mint nap, mert olyan gondokon tudunk segíteni, amik évekkel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, viszont a mai modern lézeres technológiákkal életminőségeket tudunk javítani. Miután bejelentkeztek egy konzultációra és eljöttök hozzánk az esztétikába, velem fogtok találkozni. Egy konzultáció során átbeszéljük a kezeléssel kapcsolatos tudnivalókat, alkalmas-e a bőrötök a kezelésre, milyen kezeléstípust ajánlanék nektek, illetve ti is feltehetitek a kérdéseiteket, és mindent attól zéig meg tudunk beszélni. Átbeszéljük az aktuális akciókat, milyen megoldás lenne a legjobb számotokra, és hogyha minden tetszik, akkor el is tudjátok kezdeni a kezeléseinket. Esztétikai tanácsadónőként minden napom más, mert nincs két ugyanolyan páciens, mindenki más problémákkal, kérdésekkel, félelmekkel érkezik hozzánk, és nekem az a feladatom, hogy ezt erre sikerüljön választ adnom, és utána, amikor innen elmegy tőlünk egy páciens, maximálisan elégedett legyen azzal a szolgáltatással, amit igénybe vett, és sikerüljön megoldanunk az adott problémáját. Az Esztétika Orvosi Központban, Magyarország egyik vezető orvosi központjában azt élvezem a legjobban, hogy lehetőséget tudunk biztosítani a pácienseknek, hogy az innovatív gépparkunkból a számukra a legmegfelelőbb kezeléstípust válasszuk ki, és a mindennapjaimban pedig az motivál, hogy amikor bejön hozzám egy páciens a konzultációra, és őszintén megosztja velem a félelmét, gondját, akkor el tudjam neki mondani, hogy ezzel nincs egyedül, és segíteni tudunk az adott problémáján. Kezdeti tájékozódásként én azt ajánlom nektek, hogy nézegessétek a weboldalunkat, és amennyiben kérdésetek lenne, vagy el szeretnétek kezdeni valamilyen kezeléstípust, akkor várlak szeretettel titeket egy konzultációm.